A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Sok szeretettel köszöntöm a Kezdőkör nézőit és hallgatóit. Két idézettel kezdeném a mai adást is, úgy látszik ez most már ilyen szokás lesz, de az élet hozza így. Az egyik ugye az a népköltés, hogy tudja már az egész város, a Kezdőkör tanulságos, hát nem így folytatódik pontosan, de ez volt is stúdióképes, de beszélünk erről. A másik pedig az, hogy a kevesebb néha több, ami pedig hát egy szálló ige, de most a tegnapi labdarúgó mérkőzés kapcsán is olvashattuk, mégpedig Cserpakovics András fehérvári polgármester posztjában többek között, és majd nyilván itt most kifejtő, hogy mit is kell ez alatt pontosan érteni, úgyis, mint Vidi szurkoló, aki velünk együtt elég régen várt már arra, hogy egy ilyen szép győzelmet arasson a csapat. Köszöntöm a stúdióban tehát Székesfehérvár polgármesterét. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mondanám egy kicsit cinikusan, hogy jó időszak ez a szurkolónak és a politikusnak is, amikor csupa szép és jó dologról lehet beszélni. Most ugye igen, és most a finanszírozásról ne beszéljünk. Igen, most csak a kimenet van, a bemeneti részéről nem beszélünk. Úgyhogy valóban elit társaság ez a mai, hiszen itt van velünk Kajzer Tamás, barátom és kollégám, a műsor hajdani ötletgazdája és immár a sportál.hu szerkesztője. Jó, és egy kívánok. Abszolút újoncot is avatunk, mint a Liverpool tegnap a 95. percben, ahol ugye Szoboszlai Dominik helyére küldtek be egy ifjú titánt. Itt van velünk Ferenczi Nagy Levente, aki néhány hónapja van velünk itt a Fehérvár Média Centrumban, de olyannyira avatott a témában, hogy egyébként ő verte a dobot tegnap a Vidi B középben a Groupama Arénában. Nem mint ultra van itt, hanem mint a Média Centrum szerkesztője először az adásban. Mindenkit köszöntök. Nem nagyon lett kérdés, hogy nyilván ennek a tegnapi meccsnek, és ezen keresztül egy kicsit a Vidi egész szezonjának a tárgyalása a fő témánk. Ez utóbbit már nagyon sokszor megtettük itt a kezdőkörben. A szezon első felében inkább borongós és pessimista hangnemben. Most már legutóbb arról beszéltünk, hogy vajon csak egy ilyen egyszeri fellángolásról van szó, vagy tényleg elkapott valami nagyon jót a Vidi. Hát ez a tegnapi mérkőzés ugye a Ferencváros pályáján aratott győzelem, maga a győzelem ténye, mert meccsképe azért nem arról szólt, hogy le lett focizva a Fradi, de ez most tényleg azt mutatja, hogy talán valami olyasmi történik, amiben reménykedtünk, amikor ilyen folyamatos szakmai munkáról, vagy arról beszéltünk, hogy talán előbb-utóbb beérik Gzelák munkája. Jó, hát ez terep azért nem egy szakmai siker volt, azt szögezzük le, hanem szerintem pont az, amit az elmúlt években nagyon sok Vidi szurkoló hiányolt, hogy ez a csúszunk-mászunk minden labdáért, és szerintem a legfontosabb, ami a Vidi ennek, vagy a Vidi ezen szezonjában a legnagyobb változás, hogy eltűnt a nagyképűség, a kivagyiság a pályáról, és jött helyette az alázat, az összetartás, és egyre inkább az hallatszik, hogy a jó hangulat, ezt onnét lehet tudni, hogy a sajtótájékoztatónak a terme az a Vidi öltözőjével szomszédos. És úgy jártatok, mint Klopp megint idehozom a Liverpoolt, ugye a toulouse-i mérkőzés után járta be a világot az a... Most Fehérváron rendszeres, hogy a vendégcsapat sajtótájékoztatója az úgy zajlik, hogy közben szól a buli. Így van. Szóval, hogy ezt jó volt megélni, az van valóban, amit Kajzi is mondta, hogy nem feltétlenül a szakmai siker, inkább tényleg ez a mentális, és egy kicsit talán erre vonatkozott, amit ugye a posztodban említettél, ez a kevesebb több, a Vidi talál lehetőségeit, talál egyéb nagy ívűségét tekintve ebben a szezonban lejjebb kellett, hogy adjon, viszont bebizonyosodott, hogy a csapat szellem, vagy a csapat morál az olykor többet ér, mint a jó játékosok. Én is úgy érzem, főleg, hogyha nem egy-egy mérkőzésre vetítjük csak ezt ki, hanem megnézzük, hogy fordulók óta mi és hogy történik. Én még akkor is egyébként kicsit optimistább lennék, mint mondjuk tavaly ilyenkor, hogyha mondjuk ezt a meccset tegnap a papírforma szerint elveszítettük volna. Így, hogy győztünk, ez nyilván most egy nagy lehetőség a tekintetben is, hogy most tényleg van egy felfokozott hangulat, régen volt már ilyen, és ez nyilván egy jó érzés. A Fradit megverni és idegenben az mindig komoly fegyvertény.
És ezen a mérkőzésen persze látszott, hogy a Fradi az összességében egy jobb keretből dolgozó klub, de a mérkőzés összképe alapján sem játszott alárendelt helyett szerepet a Vidi. És egy gyönyörű gól, az ami fantasztikus. Fehérvári születésű. Fehérvári születésű, és ráadásul két magyar játékos által összevontott gólról beszélünk. És a harmadik a válogatott kapus kapta. De ezt most nem pikirten szerettem volna megjegyezni, hanem inkább azt, hogy azért egyre több és hangsúlyosabb szerepet is kapnak magyar játékosok a klubokba, és szerintem ez kell ahhoz, hogy majd egyszer valójában a magyar bajnokság is hozzá tudjon tenni például a válogatott sikeréhez valamit. Én azt a posztban azt próbáltam kidomborítani, mert az én véleményem lehet ezzel vitatkozni, alapvetően inkább szurkolóként fogalmaztam meg, hogy én is ezt a fajta alázatot látom, szorgalmat, és kicsit szerényebbek vagyunk, mint voltunk az elmúlt években. Kicsit az anyagi lehetőségek kisebbek, sőt valószínűleg nem is kicsit, hanem jelentősen, de valahogy ez egyelőre a pályán jótékony hatással van a csapatra, talán még a klubra is. Az egész egy szimpatikusabb történet, és szerintem ez azért fontos, mert a vidéki klubok, és szerintem a Vidi, főleg az UEFA Kupa menetelés volt a különösen a legnagyobb értékünk, az volt, hogy szimpatikusak voltunk. És az elmúlt években nem mindig voltunk szerintem szimpatikusak, és akkor most talán a szurkolói diplomácia is szól belőlem. És ugye egyszer én ezt szóvá tettem tavaly, akkor viszont úgy illik, hogy most, hogyha láthatunk pozitív elmozdulást, akkor is szóvá tegyük. És egyébként én nem csak ez is hangsúlyozni szeretném, nem csak tegnap este éreztem így. Például az, hogy jobb a hangulat az öltözőben, azt én már nyár közepétől hallom. Szinte alig kezdődött el a bajnokság, nem is feltétlenül úgy kezdődött, ahogy nyilván a klub meg a csapat szerette volna, de már akkor azt hallottam, hogy ez egy jóval inkább közösség, mint az elmúlt években, és hogy higgyem el, lesz ennek eredménye. Például ugye volt olyan válogatott játékos, aki már hetekkel ezelőtt azt mondta, hogy szerint ez a csapat ott lesz a dobogó környékén. Nem tudom, hogy ott lesz a dobogó környékén, de akkor mindenki még legyintett, hogy kerüljük el a kiesést. De mégis valami összeállni látszik, és szerintem soha nincs semmi munka nélkül, akarat nélkül, megfelelő hozzáállás nélkül, és csapategység nélkül. Persze, ha jönnek a győzelmek, akkor ezek azért mindig kicsit erősebbé is tesznek egy közösséget, főleg, ha egy ilyen győzelem, de maradjunk a földön, szerintem azt várjuk el ettől a csapattól, amit azt hiszem elvárható, továbbra is legyen meg ez az akarat, szorgalom, egymásért való küzdeni tudás, és hogyha a következő két hazai meccset ennek megfelelően tudjuk végigjátszani, akkor az őszi idényt elég szépen lehet talán majd zárni, amiből majd lehet megint télen tovább építkezni. Egyébként azt gondolom, hogy ugye szóba került, hogy ugye jóval kisebb költségvetésből gazdálkodik a Vidi, de én is azt is elmondtam már itt, hogy szerintem nagyon régen igazolt olyan jól a Vidi, mint ezen a nyáron, és ennek talán az oka, hogy jóval kevesebb pénz volt. Azt a jóval kevesebb pénz pedig sokkal jobb, nagyobb odafigyeléssel kellett elkölteni. Tehát, hogy amikor van, akkor az ember, jó, hát gyere te is, meg akkor rádobunk még, meg könnyebb, meg mit tudom, 10-ből 7, ha beválik, az jó. Hát most nem, most igazából szerintem 5-6 igazolása volt a Vidinek, abból gyakorlatilag bambok az egyetlen, aki kilóg lefele, az összes többi nagyjából bevált. Tegyétek hozzá, hogy a tavaly télen igazolt játékosok közül Csongvai is. A Csongvai Katona páros, én akkor is azt mondtam, hogy két remek igazolásról beszélünk, függetlenül, hogy alakult a tavasz. Ők is hozzák most azt, ami miatt ők ide jöttek, és meghatározó játékosok lettek ők Magyarországon. És az, hogy a múltkori hazai Újpesten mérkőzésen is 7 magyar kezdővel léptünk a pályára, és meghatározó teljesítményt tudtak a magyar játékosok a pályára tenni, szerintem ez igenis egy pozitív és komoly előrelépés. Ez volt elképzelhetetlen addig, amíg Habzsi Dőzsi volt, és ugye föl lehet tenni kérdést, hogy valóban az van-e, amit Kajzi is mond, hogy amikor van pénz, akkor nem biztos, hogy a szakmai szempontok alapján lesz elköltve feltétlenül. Hát nézd, most nézd meg a Manchester City-t. Hát 500 játékosa van, mert van rá pénze, és rengeteg fiatal. És ugye ott van Vancsa a Lommelben, Belga 2, és hány ilyen van neki, meg hány ilyen szatellit klubja van. És pontosan azért, mert megteheti, van rá pénz. Nyilván ez egy gazdasági befektetés is ebben a tételnél, de úgy van vele, hogy nagy hálóval halászik, és majd egy-kettő nagyobb hal, az behozza az összes többinek a költségét. Nyilván itt nem erről van szó, és egyébként én még jobban annak örülnék, hogyha tényleg a saját utánpótlásból kerülnének fel aztán olyan fiatalok, akik, mint most Szabó Levi, később nyerő emberré válnak. Milyen érzés volt ezt megélni az Üllői
úton. Az üdői úton egy remek érzés volt ezt megérni. Nagyon-nagyon régóta volt ennyire jó hangulatú idegenbeli mérkőzésünk. És hát már lassan meg is fogjuk telíteni szerintem az üdői úton az idegen szektort. És végre azt érzem egyébként a játékosokon is, hogy van egyfajta tisztelet a szurkolókkal szemben, amit sajnos egészen eddig nem éreztem. Illetve említette a polgármester úr, hogy egy válogatott kapusnak lőttük a gólt, és szerintem most már az is lassan kérdés lesz, hogy meddig lesz ő válogatott kapus, hiszen... Kezd éleződni a helyzet, jó? Tóth nagyon-nagyon jól teljesített most is, ő volt. Jó, figyelj, azért a Tóthnak tegnap egyet kellett védenie. Ezek nem egy komoly kritika a Fradinak, egy komoly védése volt, Dibusznak azért több dolga ezzel volt. Együtt én azok közé, az igazolások közé sorolom, akiket te is említettél, szerintem egy nagyon komoly tartást ad ennek a csapatnak, és lehet, hogy nem a tegnapi meccsen, de én azt hiszem, hogy egy végtelen magabiztos fiatal kapus, aki valóban nagyon kellett ebbe a vidiben. Nem sok kombót ugye, hogy a 21-es EB-re ő menjen. Igen, tehát hogy ez a tengely, hogy Tóth jött a kapuba, a Gergényi a védelembe, Kalmár a középpályára, és ezek mind ugye ilyen szezon közbeni igazolások voltak, azért ez nagyon sokat. Igen, és szerintem adott. Itt ugye máshogy alakult az élet, nem is feltétlenül látjuk, hogy pontosan miért, vagy csak sejtjük, de igazán a klub és Juhász Róli sem kommunikálta a szakítás okát, de azért a Rulieknak ebben megvan a szerepe. Tehát az, hogy ők tavaly télen elkezdtek egy más irányt szabni, más típusú játékosokat igazoltunk, nyáron ez aztán különösképpen folytatódott, ebben szerintem ő neki megvan az érdeme, hogy mi, hogy ment félre, hogy nem sikerült, én biztos nem tudom minden megítélni, de szerintem úgy korrekt és tisztességes, hogyha azért ezt is az asztalra tesszük, hiszen ezeket a játékosokat valakinek ki kellett találni, le kellett tudni igazolni, és például szerintem egy Kalmár esetében az, hogy vele a Juhász Róli ülhetett le annak idején tárgyalni és egyeztetni, annak azért biztos, hogy volt szerepe, hogy ő végül is ide érkezett. Hát, márpedig végre van egy olyan játékosunk, mint amilyen pont a Róli volt akkor, amikor, ha emlékeztek, hazatért Belgiumból, akire magyar és külföldi játékos egyaránt odafigyel, aki egy központi egyénisége a csapatnak, nem csak akkor, amikor a pályán van, hanem amikor a kispadon van, amikor az öltözőben történik valami, amikor edzésmunkát kell letenni a pályára. Ő szerintem végre egy igazi meghatározó játékos egyéniség ebben a klubban. Illetve ugye az érkezők mellett egy csapat kémiája vagy egyensúlya szempontjából az sem mindegy, hogy kik mennek el. Volt itt azért olyan játékos, a szurkolók is megtaláltak azért embereket, akiket nem érezték, hogy mindenképpen meg akarnak szakadni, főleg egy olyan krízis helyzetben, mint a tavalyi szezon egész második fele volt, ahogy gyakorlatilag végig a vonal vagy alatta vagy fölötte egyensúlyozott a csapat, és hát lehetett hallani, hogy sőt, emlékszem, Tomi, te is fogalmaztad meg, hogy nem biztos, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy bent maradjon, hogy könnyebben távozhat, ha úgy adódik a helyzet. Hát most nincs ilyen. Nagyon érdekes kérdés egyébként Juhász Rolandé szerintem, vagy a sportigazgató pozíciói önmagában, hiszen jelen pillanatban nincs ilyen a Vidinél, és... Nem is hallani a mozgolódást. Hát én azt sem tudom, egyébként nem tartom elképzelhetetlenül, hogy egyszer még visszajön. Azért történtek a magyar futballban már érdekes dolgok, ráadásul most akár lehet is azt mondani, hogy végül is beigazolódott, hogy jó döntéseket hozott. De hogyha a további építkezésre gondolunk, mert hogyha akár Zselák igazolása, akár a játékosoké néhány hónap után érik be igazán, akkor azt kell gondolni, hogy például a most következő átigazolási időszaknak is óriási jelentősége lehet, de ki fog igazolni akkor, amikor nincs erre hivatalosan éppen felkent személy a klubnál. Tehát azért nem csodálkozik, hogyha ez ügyben is lennének hírek előbb-utóbb. Előbb-utóbb biztos, hogy kell valami megoldás, mert valakinek tényleg döntést kell hozni. De egyébként, ha már ugye Juhász Róli távozása és ugye Bártos Zseláki szóba került, ugye azért voltak olyan ötletek, hogy az SMTK elleni kupabúcsú az egy edzőbuktató mérkőzés volt, és szerintem az utóbbi időben pont azt látjuk, hogy ez nem volt az igaz. Az biztos nem volt. Tehát, hogy ez nem erről szólt. Viszont szerintem nagyon fontos odafigyelni ebben a helyzetben arra is, hogy ez mondjuk, hogy ez a legutóbbi ugye, 5 meccséből 4-et megnyert a Vidi. 6-ből 5-öt, hogy ezek a mérkőzések valójában hogyan alakultak, mert jelen pillanatban nem arról beszélünk, hogy ez a videóton bárkit is lefocizott volna a pályáról. Ugye volt az MTK elleni mérkőzés, ahol ugye az MTK már az első fél időt is 9 emberrel fejezte be. És ez semmit nem volt le a Fehérvár győzelméből, csak pont azt mondom, hogy oda kell arra figyelni, hogy ezek a meccsek hogy alakultak. Ugye Diózsi, és ugye mind a két piros lap jogos volt, Kádár ostobasága, meg most a légiós neve nem jut eszembe, aki végrúgdosta Kalmárt egy fél időn keresztül, és csodálkozott a második sárgalapnál. Ugye Diózsi 4-0 szintén ugye volt két piros lap,
Debrecenben közben a csapat próbált támadni, tehát tükörsimán kikapott, és ugye jött az Újpest elleni mérkőzés, amiben pedig egyik oldalról hathatósan benne van az, hogy Kalmár beállásával mekkorát fordult a mérkőzés, és erre Nebojsa Vignyevics pedig nagyon elfelejtett reagálni, amit ő maga is bevallott egyébként a sajtótájékoztatón. A tegnapi pedig egyértelműen az akarat győzelme volt. És ez nem jelenti azt, hogy bármi belé most bántani akarnám a Vidit, pontosan az a, szerintem a feladat ilyenkor, hogy megnézni, hogy mi az, ami még mindig nem úgy megy, mi az, ami működik, és nem hátradőlni és elszállni attól, hogy most a Vidi ott áll, ahol, hanem helyén kell kezelni ezeket az eredményeket. Hát olvastam egyébként, az Újpest meccset egy kicsit annyiban kivenném, hogy ott azért nagyon erősen dominált a Vidi hátrányban, és pont tegnap egy Újpest szurkolónak a kommentjét olvastam egy fórumon, akik most már ugye a Puskás elleni vereségen füstölögnek éppen, de azt mondják, hogy a Fehérváron a 40. perctől érezte, hogy ki fognak kapni. Pedig vezettek, és a 89. vagy a 80. percben sikerült egyenlíteni. Tehát ott megvolt egyfajta dominancia, az más kérdés, hogy ez a keret talán arra valóban nem alkalmas még, hogy labdával domináljon és elnyomja az ellenfelét. Ezzel együtt a hazai mérleg az egészen imponáló, és ezt azért jobb csapatok szokták elmondani magukról. Úgyhogy közben egyébként szerintem az év eddigi legjobb meccse, amit én láttam, az az itthoni Vidi-Fradi mérkőzés volt, ami egy izgalmas, fordulatos, változatos, nagyhangulatú mérkőzés volt. Dacára annak egyébként, hogy ott máshogy alakult a vége, de ugye amikor belelkesedett a csapat, amikor sikerült megfordítani az eredményt, abban a mérkőzésben meg benne volt az, hogy mondjuk a végén pontszerzés legyen. Ott a Fradi ezt vissza tudta fordítani, de például ott úgy jött ki mindenki a stadionból, a kommenteket is lehetett utána olvasni, hogy végre egy foci élményt kaptunk. Dacára annak, hogy egyébként vereség lett annak a mérkőzésnek a vége, de egyetértek azzal, hogy nem lettünk mi hirtelen világverő csapat. Összeállni látszik valami, sokkal többen egy irányba húznak, akarnak valamit elérni, és ennek láthatólag rögtön van eredménye. Ugye ez ezért egy nagyon kiegyenlített bajnokság. Most a Fradit kiemeljük függetlenül ettől az elmúlt három fordulótól. A Fradit meg a Paksot. Kiemeljük akkor azért, és talán lefele most, mintha a Kisvárda tűnne olyannak, ahol pedig pont az ellenkező előjele lehetne ezt megtenni, de szinte mindenki más ugyanolyan csapat, ugyanolyan keret. Nagyon kicsi a különbség. Ugye volt olyan edző, aki azt mondta, hogy már Félfehérvár hozzájuk jár meccsre, mert sokkal látványosabb. Ebből te mit érzel, András, hogy mennyien járnak a Puskás hazai mérkőzései Székesfehérvárról? Az Vidi szurkoló természetesen elmegy Felcsútra is, ahol játszik a Vidi. Ez is elvon. És mi lehet akkor vajon most a szurkolói elvárás, mert tudjuk jól, hogy valóban egyébként akár az RBD-t, akár a többi szurkolót nézzük, emögött a csapat mögött ott voltak a szurkolók és kitartottak, akkor is, amikor tavaly valóban hajszáló múlt, hogy nem lett nagyon csúnya vége a szezonnak. Viszont tudjuk, hogy a szurkolói elvárás azért tud egy kicsit irreális is lenni, úgyhogy ez érdekes, hogy most, hogy valóban 5 meccset nyert az előző 6 fordulóból a Vidi, oda került már a dobogó árnyékába, mennyire marad meg a realitás. Igazság szerint a szurkolói elvárás nem is feltétlenül az szerintem itt a Vidinél, hogy most a téli szünet előtti 4 meccset mindegyiket behúzzuk, hanem az lenne a legjobb, hogyha ugyanezt az alázatot, amit eddig mutattak felénk, ezt tudnák tartani, és egyébként ebben nagyon nagy szerepe volt, akit sokat emlegettünk Kalmár Zsoltnak az SMTK elleni mérkőzésen. Én ott ugye élőben láttam azt a mérkőzést. De én így ellekért. Igen. Akkor megérdemelted a tegnap estét. És ugye előtte például a Vasas ellen, amikor nagyon gyengésztek a szurkolók, ott Kovács Dani írt is pár üzenetet, hogy mit képzelünk magunkról, mit képzelnek magukról a szurkolók, hogy ezt hogy merjük megtenni. És nagyképűen bementek ünnepelve, hogy nem estünk ki. Viszont az SMTK elleni mérkőzésen Kalmár Zsolt előrelépett és felszólította a csapattársait, hogy igenis itt le kell venni a mászt, tényleg elnézést kell kérni. És ez nagyon nagy sorsfordító. Szerintem ez a pofon volt az, ami most ezt az eredményt hozza.
mostanában. Hát állítólag Zselák is ott jött rá, hogy itt szép szóval nem lehet. Ugye ő svéd-lengyel, nyilván azért egyfajta skandináv kultúrát hoz magával, és azért az más sportágokban, mondjuk kézilabdában hallottuk már, hogy idejött Magyarországra dán vagy norvég edző. Azt gondolta, hogy ha itt ő kiadja a házi feladatot, azt megcsinálják. Mert hogy Skandináviában ez a szokás, ugye itt Közép-Kelet-Európában pedig ugye nem ez a szokás, hanem az ügyeskedés, stb. Hát bevallom őszintén, annak idején én is futottam 3 pulzus mérőórával, hogy a csapattársaim közben tudjanak lógni, én voltam a legkisebb. Tehát, hogy valószínűleg Zselák is rájött arra, hogy itt szép szóval nem lehet, hanem egyszerűen néha oda kell csapni az asztalra, és én pont az SMTK-i mérkőzés utáni bajnoki hallottam félfüllel, hogy az egyik játékos mesélte off record az egyik újságíró kollégának, hogy hát igen, a héten volt azért már hangos szó az edzésen meg az öltözőben. Érdekes, hogy erre egyébként jól reagál a csapat, tehát valahogy egy edző hiteléhez nem az járul hozzá feltétlenül, hogyha mindig kedves meg aranyos akar lenni. Ráadásul beszéltünk róla, hogy azért egy jelentős szakmai változtatás is történt, valahol pont ott ugye állt át 3 védőre a csapat, és egészen más a mérleg azóta, tehát hogy valahogy megtalált egy nyerő formációt is Zselák. Az jutott most hirtelen veszélybe, hogy a te edződ lehetett a legboldogabb, hogy milyen egységes a csapat. Mindenkinek ugyanannyi a pulzusa, futás után. Jó, hát az még a régi időkben még azért képes volt más mutatni az óra, mint a nagyobb eltéréssel volt. Itt egy zárójelet nyitnék. Most az a helyzet van, hogy bármelyik csapatsportágunkat is nézzük. Egyrészt viszonylag jól kezdődtek a szezonok, még ennél merészebbeket is mondhatnánk, mert nagyon jól kezdődött a szezon gyakorlatilag a csapataink jelentős részénél. És ami érdekes, nagyon szimpatikus edzőink vannak. Én már nem tudom megítélni egyik sportág esetében sem az adott edző szakmai tudását, nem hiszem, hogy az én dolgom lenne, akár polgármesterként, akár szurkolóként, arra az adott klubban megvannak azok az emberek, akik hivatottak, de hogy mindegyik szimpatikus ember, akinek önmagában is lehet szurkolni, hogy sikeres legyen, azt szerintem mindegyikükről elmondható egyébként, tehát amikor itt van egy külföldi edző és deklaráltan tanul magyarul, hívja a saját családtagjait, itt él Fehérváron, lehet vele találkozni egy kávézóba, egy étterembe. Látszik, hogy próbál minden olyan lehetőséget megragadni, amikor a szurkolókkal ő találkozhat, akár az utcán, akár szervezett keretek között. Szerintem az önmagában is változás a korábbi időszakokhoz képest. Mondom, itt nem a szakmaiságról beszélek, mert azt nem hiszem, hogy nekem kéne megítélni, de a hozzáállás változását ilyen dolgok is eredményezhetik, hiszen ő deklarálja mindig, hogy a szurkoló fontos, a szurkolóval kapcsolatot kell tartani, jóban és rosszban egyaránt, el kell mondani, hogy mi a helyzet, és őszintének kell lenni. És szerintem ez igenis a sportban is működik, és láthatólag eddig van eredmény. És hát ami közös, bár eltérő mértékben, például akár a kosár, a jégkorong vagy a labdarúgó csapat edzőiben, hogy már volt egyfajta fehérvári múltjuk, ugye Zselák esetében a legkevesebb ez, de ő nagyon gyorsan megpróbált asszimilálódni, tehát tényleg ő sokat kommunikálta, hogy itt lakik, keresi a kapcsolódási pontokat, próbál fehérvárivé válni. Zubi Jaga évek óta dolgozott az Albában. Tegnap ugye családjával együtt jöttek egy pizzériába ebédelni, ahol mi éppen mi kiléptünk. Én a palotavárosi lehetett vele beszélgetni. Én a palotavárosi tavakfálott az új kosárpályán annak idején találkoztam úgy vele, hogy én is lementem a fiammal dobálni, és ő is ott játszott a kislányával kosarazott. Tehát meg is valóban lehetőztetek? Hát nem, mert jó vagyok én ahhoz, hogy túl jó vagyok, lesokkázom. Magasabb. Tehát, hogy ő is nagyon régen benne van egyrészt a város életében, másrészt a klub életében, és a szurkolók is nyilván könnyebben fogadnak el úgy egy edzőt, hogy már ide tartozóvá tekintik. Hát a legékesebb példa pedig nyilván Dudu, azaz kis Dávid, aki szerintem minden várakozás felülmúlóan kezdte a szezont a hokisokkal. És évekig keresgél a finn, meg kanadai, meg mit tudom én milyen edző, aztán itt volt vége a fiúkban. Most nagyon így viszont ott a tudatosságnak is van szerepe, hiszen ő maga is tudatosan készült erre a lehetőségre, és a klub is készítette előre elképzelt ütemterv szerint. Ugye ez most egy évvel az ismert körülmények miatt előrébb jött, de abban a tekintetben nem váratlan volt, hogy deklarált volt a klub szándéka, hogy ő belőle szeretne 1-2 év múlva vezetőedzőt nevelni, és ő maga pedig nyilván mindent megtett, ami egy ilyen úton ehhez kell a tanulás tekintetében is. És itt talán egy dologra visszautalnék, ugye igen, megtalálta annak idején a Nemzeti Sport diplomata főszerkesztője
a kiesés elkerülése után, és leírta, hogy a gyakorlatilag számon kért engem, túl azon, hogy nem keresett meg, tehát nem kért interjút, nem kért véleményt, ami szerintem azért etikai kérdéseket is fölvett a ti szakmátokkal szemben, de ez az ő dolga, meg az ő felelőssége. Viszont gyakorlatilag számon kért, hogy én, mint polgármester, miért szólaltam meg. És én akkor is elmondtam, hogy nem a szakma tekintetében szólaltam meg, hanem azért, mert a városban egyre nagyobb lett a feszültség pedig abból lett, hogy nem látták az emberek az óriási pénz mellett az akaratot, a hozzáállást, egyáltalán azt, amitől a dolog szerethető. És most is azt mondom, hogy ilyenkor van dolgunk megszólalni, vagy van dolgom megszólalni, mert ez a város közösségének, ráadásul a Vidi esetében nyilván egy jóval nagyobb agglomerációt is ideértve, közügy, hogy mi történik a sportban, azon belül a Vitinél, és ha ez téma, akkor akár negatív, akár pozitív tekintetben, az akarat vonatkozásában ott kell, hogy legyen a városnak elvárása, hogy aki ezt a meszt fölveszi, ami mégiscsak nem csak a klub színeit, hanem ugyan fordítottan, de a város színeit is magánviseli, most ráadásul a város neve, a csapat neve is, akkor kutya kötelessége mindenkinek mindent megtenni. Hogy ez éppen mikor, mire elég, az a sportban tudjuk, hogy egyáltalán nem egy meg egy, az kettő a végeredmény, de hogy ez egy alapvető elvárása lehet a szurkolóknak, szerintem igenis ezt megfogalmazhatjuk, és hogyha ez nem teljesül, akkor ugyanúgy meg kell szólalni a polgármesternek, mint hogyha egyébként meg teljesül, akkor el kell mondani, hogy na végre ezt vártuk, gratulálunk, és ez a siker megérdemelt, és gyerünk tovább, igen, a földön maradva. Lehet, hogy majd akkor most lesz egy másik vezércikk a rendszeri sportban. Ezt nem hinném. Ezt elismerve. Valóban nagyon érdekes így nézni összefüggéseiben, vagy akár ilyen közös jellemzőket keresve ennek a szezonnak az elejét, mert én bevallom, hogy tényleg nem emlékszem rá, hogy ennyire jól kezdjenek gyakorlatilag minden bajnokságban a fehérvári csapatok. És a lányok is nyertek Kisvárdán, ugye? Igen, hát, a kézilabda, de a röplabdát is említhetnénk, ahol ugye ugyanúgy veretlen a férfi csapat a MÁV előre, ráadásul már nemzetközi kupafordulót is ment. Most a héten ugye háromszor játszik egyébként itthon egy ilyen közép-európai ligában, de ezt is érdemes propagálni. Tehát, hogy csapataink vannak, akik valóban egészen magas szinten kezdtek el játszani, és azért ez egy nagyon érdekes kérdés lehet, hogy vajon mi az összefüggés, az a biztos háttér, esetleg a már feszegetett szakmai vagy edző kiválasztás, mert most lassan az lesz a gondja a fehérvári szurkolónak tényleg, hogy megint hova fizesse be a pénzét, amikor mondjuk egyébként most egy olyan hétvége jön, és ez majd egy kicsit így nem biztos, hogy annyira jó, hogy három mérkőzés lesz egy időben. És ez szombaton, már két hete is így volt. Szombaton egy időben fog gyakorlatilag a női kézilabda csapat, a kosárlabda csapat játszani, és talán a jégkorongozók is. Úgyhogy hát nem lesz az, hogy bármelyiket és mindegyiket meg lehet nézni, kivéve nálunk majd így a Fehérvár TV-ben felvételről. Úgyhogy gondolom ilyenkor azért el kell dönteni, hogy melyik a... Hát én azért elfogult. Szerintem ott nincs kérdés. Most pont nem fog érni, de most ott hétvégén nincs bajnoki. Én megmondom őszintén, hogy igen, hogyha tehetem, akkor inkább a futballt választom, de most az ismeretségi körömből azért eléggé hallom, hogy elég nehezen lehet ezeket a kérdéseket eldönteni, hogy ki hova menjen, mert hát a hoki csapat is egyszerűen zseniálisan játszik, és ott is azt mondom, hogy a szurkolók, a hangulat egyre felfokozottabb, egyre többen járnak ki, ami szuper, és imádom ezt látni egyáltalán itt a városban, hogy ez történik. Még egy kicsit visszatérvézve, lezárva a foci témát, Zselákról mondtuk a múltkori adásban is, hogy aki ismeri az ő előtörténetét, ugye ő Svédországban gyakorlatilag hasonló utat járt be, először egy éppen megúszott kieséssel az AIK-kal, majd pedig általános meglepetésre második lett a svéd bajnokságban. Ezt megcsinálja, itt is aláírom most. Ugyanaz a csapattal. Igen, csak én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez... Paks mögött másodikak leszünk. Igen, így van. Vagy valami zöld. hogy nyilván nem csak történelmi véletlen egybeesésekről van itt szó, valószínű, hogy ő egy olyan szakember, akinek tényleg idő kell, hogy megfelelően felmérve a terepet, megismerve a körülményeket és a saját lehetőségeit építkezzen. Ettől függetlenül azt azért én hiányolom még valóban, amiről részben már beszéltünk. Éppen tegnap párhuzamosan a Fradi Vidivel a Liverpool-Brentford meccset néztem a Premier League-ben,
ahol hát egy kis csapat látogatott egy gigászhoz, amelyik ráadásul tényleg szintén bombaformában kezdte a szezont, és azzal így, hogy nagyon simán nyert a Liverpool, tehát ott nem volt szó meglepetésről, olyan labdakihozatalokat, olyan önbizalommal épített támadásokat láttam erre az egyébként skandináv iskolára épített Brentfordban, hogy néha azért a szemem szám elállt. Tehát, hogy valóban, amikor egy csapat nem csak túlélni akar egy meccset, nem csak kibekkelni, és nem csak kúszva mászva, ami egy nagyon szimpatikus kiharcolni egy esetleges meglepetés győzelmet, hanem merni játszani. Szerintem ez lehet majd esetleg a következő lépés. Nyilván egy csapat építése szakmailag, morálisan, mentálisan mindenhogy azért ezeket a lépcsőfokokat feltételezi. Egyrészt nyilván hozzáállásban egy ilyen mérkőzés és egy ilyen sikerrel lehet építeni, de az Újpest meccsre ugornék inkább egy kicsit vissza, mert ott az első 20 percben nem játszott jól a csapat, mondjuk ki. Egyébként ott is ezt az edző ugyanúgy elismerte a mérkőzés után, és utána folyamatosan sikerült átvenni az irányítást, és a második fél időben kifejezetten nyomás alatt volt az Újpest, és szerintem nagyon szép dolgokat csináltunk. És akkor kicsit megnyugodtam, mert ugye akkor gyakorlatilag az Újpest dobogón volt, vagy dobogó közelébe volt, mi azért ettől még nagyon messze voltunk, és ha mégis ilyen kiegyenlített a dolog, akkor azért vissza lehet mindig oda kötni, hogy ez nagyon kiegyensúlyozott ez a bajnokság, az akarati tényező, néhány kis szerencsés motivum, egy-egy jó pillanat megragadása, az fontos lehet, hogy valójában mi is lesz a végeredmény, és szerintem mi még ne gondolkodjunk abban, hogy mi lesz a bajnokság végén. Most a két hazai mérkőzést próbáljuk minden jobb eredménnyel hozni, nem elfelejtve, hogy válogatott szünet van, és mi nagyon régóta, még amikor nagyon jó volt a csapat, akkor is a válogatott szünetek utáni első, második fordulót, azt nem szoktunk sikerrel vinni. Arról nem is beszél, hogy a néhány válogatott játékos. Néhány válogatott játékos mindig sérülten tér vissza. Tehát nem egyszerű ez a dolog. Próbáljunk koncentrálni erre, aztán megnézni, hogy mit lehet esetleg télen tenni, és akkor mi is lehet pontosan itt a jövő. A többi csapat esetében pedig ugyanez a helyzet, azért mindegyiknél a bajnokság elején vagyunk, az persze nem kell megmagyarázni egy 7-ből 7 győzelmes szériát az elején a kosárcsapatnál, azért ez mindenképpen optimizmussal tölthet el bennünket, még akkor is, hogyha a nemzetközi kupa egy kicsit hullámzóbb, de azt meg vissza kell szokni, hiszen lehet belőle tanulni. A röplabdánál egyértelmű a fejlődés, és egyértelmű, hogy egyre komolyabb célok vannak. A jégkorong csapat pedig azért most már a mérkőzéseknek egy viszonylag jelentős részét maga mögött tudja, és amit én a legnagyobbra értékelek ott, hogy amikor be is jön egy-egy vereség, mert óhatatlan. Tehát ebbe a ligába, hogy az ember utazik sok száz kilométert, buszból játszik egy meccset, másnap megint játszik egy meccset, hazajön, két nap múlva már itthon játszik egy mérkőzést, óhatatlanul benne vannak a vereségek is, még egy jó szérián belül is. De eddig a vereséget mindig követte egy győzelem. És ezért tudott lenni a csapat az élmezőnyben, és ugye mindig azt figyelem, hogy a rájátszáshoz képest hogy állunk. Tehát most az, hogy a Salzburg hogy áll, az azért is mindegy, mert majd megint igazolnak egy komplett kanadai sorta, amikor majd nagyon kell nekik. A Bécs szerintem ugyanígy, ha kell, meg fogja tenni. Tehát ez még nagyon sok van előttünk, de az biztos a legjobb felkészülés a jövő évi már csarnokba történő átköltözése, az, amit most a Volán. Hát a csarnok nyilván külön. Érdekes kérdés a csarnok. Tudom, biztos voltam benne, hogy ez a kérdés, ez szél fog merül. Mert állítólag a februári olimpiai selejtező, az mindig a fehérvári csarnokban van beírva. De akkor az a Raktár utcába, mert oda nem lehet. A multi csarnokba azért nem lesz még megrendezhető, mert nem lesz meg az engedély. Nem, pont egy újságíró kollégákkal beszéltünk. Elindul a átadás átvétel, az engedélyeztetés, de a használatvételi engedély szerintem februárban még nem. Te voltál bent, Tomi, most ezen a bejáráson? Nem, akkor, nem, most akkor, nem. Akkor megkérdezem azt, aki volt, hogy sajtóhely van. Sajtóhely van. Ahány csarnokon... Ezt kézzed állítólag a Hosszanti oldalon. Na, azért mondom, mert... Hosszanti oldalon, huszon... mégpedig viszonylag középen is, amennyire én visszaemlékszem. Szerintem, hogy jó helyetek lesz. De majd erről is beszélgetünk egyszer. Nem akarok nagyon magam vagy magunk felé hajlok kézzel, de az igazság, hogy nagyjából most már majdnem 30 éve dolgozom sportriporterként, és hát volt időszak, amikor egyáltalán nem épültek csarnokok, volt, amikor nagyon kellett törülni, hogy egy Veszprém arénát vagy egy Győr arénát átadták. Bármelyikbe mentem, a televíziós állás is adott esetben van, amikor még stadionokban is, hogy a Galambduc alatt kettővel, hogy ne zavarjon más, de sajtóhely soha. Az valahogy mindig kimarad.
Reméljük, hogy ez majd most akkor kivétel lesz. Ami egy kardinális kérdés, bocs, a sajtóhely mellett, az a megfelelő internet kapcsolat azért az... Nem összefügg, nem függetlenül egymástól, úgy mondjam, igen. Olyan speciális lefedettségen is dolgoznak, ami nem önmagában csak a kábeles netet biztos, vagy a vezetékes netet biztosítja megfelelő módon, hanem képes azt is kezelni, ha egyszerre benn van 6000 ember a csarnokban. Mert ugye az szokott lenni a problémunk, hogy egy cellában túl sokan vannak. Mindenki rámegy az egy wifi-re. És egyébként, wifi se kell hozzá, egyébként kedden 10 órakor tökéletesen működik, amikor 22-en vannak a csarnokban, de amikor 6022-en vannak a csarnokban, akkor senki nem tudja használni, úgyhogy bízom benne, hogy talán ezt is sikerül. Lesznek-e annyian? Itt azért ez nagyon nagy kérdés. Levi már mondta, hogy a focit részesíti előnybe, de gondolom azért lenne egy új, vagy lesz az új csarnokunk, azért csak megnézi az ember, hogy milyen annak az atmoszférája. A nagy kérdés számomra nem is az, hogy hány ember megy ki, mert azt is nehéz elképzelni, hogy mondjuk jégkorong meccsre rendszeresen megtöltse egy 6000-es csarnokot a közönség, de hogy az atmoszférája milyen lesz, mert azért ennek a Raktár utcai oroszlánbarlangnak minden ellenfél elmondja, hogy az igazi döbbenetét az adja, amikor ráhajol az 1000 ember a pályára, és leüvölti a sisakot az ellenféről adott esetben. Úgyhogy azért ez hát a közönség szempontjából. A palánk mellett, aki elkocsajázik, főleg a főlelátörőt, ez biztos, hogy érzi a sör, a pálinka, az orszesz, a reggeli fokhagyban. A közönség az meg lesz itt is. Most, hogy megnéztük a palánkhoz képest úgy, hogy ez a palánk most nem azon a méretű pályán van, ez kisebb, ez az NHL-es pálya, tehát ennél kijebb lesz még a palánk a lelátóhoz képest. Igen, nagy kérdés nyilván a szurkolói szám, és hát van még egy nagy kérdés, hiszen január 1-től várhatóan nagyobb szerepe lesz a stadion üzemeltetésben is a városnak. Ehhez kapcsolódóan egyéb értékesítési feladatai is már az önkormányzatnak fognak jelentkezni, hiszen a város bevételeit fogja ez eredményezni, és ez nyilván hasonlóan lesz a multi csarnoknál is, úgyhogy ezeket összehangolni nem lesz könnyű. Az biztos, hogy aki majd jegyet vesz, vagy bérletet vált, vagy mondjuk VIP boxot vásárol, az túl azon, hogy maga is szerintem egy fantasztikus élményben lesz mind a két helyszínen sokszor része, túl azon egyébként a várost is segíteni fogja, hiszen a végén azt az üzemeltetési költséget, amiben adott esztendő végén kerülni fognak ezek a létesítmények, azt fogja csökkenteni. Lesz-e egyébként neve az Alba Arénának, vagy névadó szponzora? December 31-ig, és fontos itt kezdeni, a stadion név használatával kapcsolatban is minden jog a klubbé. Tehát ez január 1-ét követően kerül át az önkormányzathoz, és értelemszerűen valamikor tavasszal ehhez belép a multi csarnok. És azt azért tudjuk, hogy azért a hoki klubnak a vezetése jóval jobb viszonyt ápol az önkormányzattal. Igen, tehát ezt szeretném viszont úgy korrekt, hogyha elmondtam a kritikáimat, akkor hogyha pozitív változást látok, azt is mondjam el. Az elmúlt hónapokban kifejezetten korrekt irányba mozdult el a Vidi és a város kapcsolata, ez is hozzátartozik. Talán ahhoz, hogy kicsit más eredmények vannak. Kicsit jobb bevonásra kerül a város, ami nem az én vagy az önkormányzat vezetői miatt fontos, hanem a meggyőződésem szerint semmi nem tud működni bármely településen jól, hogyha az nem szerves része az adott településnek. És a kicsit az elitista hozzáállás, az ki akarta emelni ezt az egészet a városból. Hát kevés dologra dühösebb egy fehérvári, vagy akár egy debreceni, mint hogyha mindent nekik Budapestről akarnak megmondani. Azért mi alapvetően kurucok vagyunk, azt szeretjük, hogyha a saját dolgainkat intézhetjük magunk, vagy legalábbis elismerik, hogy a lokalitáshoz mi értünk, mert mi élünk itt, ez a mi közös otthonunk, és ez a szívünk, lelkünk akkor is, hogyha éppen kapcsolódunk hozzá, de akkor is, amikor éppen kevésbé. Úgyhogy ez is hozzátartozik. Igen, nagyon sok kérdés, hiszen például a VIP bevétel, az egy komoly bevétel a Jégkorong Klubnak a költségvetésével. Ugye most kérdés, hogy ez az üzemeltetési költségekkel hogyan lesz összeegyeztethető. Egyeztetünk egyébként mind a két klubbal folyamatosan, meglátjuk, hogy mi lesz a végeredmény. Én abban bízom, hogy különösen a csarnokhoz kapunk állami segítséget és támogatást is, azért is, mert mi nem is akartunk ekkorát, ugye ez egyéb sportpolitikai okok miatt lett nem 4000-4500 fős, hanem 6000-es, illetve maga a Jégkorong sem tud nyilván olyan tőkerős lenni, mint még akár egy magyar labdarúgás. Szerintem ez is fontos. Illetve jó lenne, hogyha jönnének válogatott mérkőzések, azok nyilván a mérkőzés hangulatán túl bevételt is jelentenek, és az sem titok,
hogy a multicsarnokba, de a stadionban is lesznek egyéb programok. Tehát a mi szándékaink szerint mondjuk koncerteket fogunk vinni a stadionba, úgy, mint ahogy egyébként Debrecenben ez van, abból kifejezetten jelentős bevételt lehet beszedni, és az ebben az esetben teljes egészében az önkormányzat költségeit fogja csökkenteni. Én azt nézném meg nagyon, amikor egyszer, mint az amerikai ligákból, hogy egy éjszak alatt lesz a jégpályából kosárcsarnok, mert van olyan technológia, ahol ugye csak ez körülbelül itt azért nagyjából olyan másfél nap alatt lehet oda-vissza berendezni a csarnokot, úgyhogy fönt van a jég, nyilván ha nincs fönn a jég, akkor ez pár óra alatt bármelyik sportágra. Ugye az nagyon fontos, hogy minden eszköz ott lesz raktárban. Tehát a kosárlabda parkettától kezdve a röplabda hálón át, a tenisz borításon keresztül minden bent van ebben a beruházásban. A koncertek, a dobogók, azok a szerkezetek, amelyek plusz hangosításhoz szükségesek szerkezeti elemek, tehát ez része ennek a beruházásnak, ezt nem kell megvenni. Itt legfeljebb, ha nagyon speciális borítást kér egy-egy sportág, azt kell hozni, viszont akkor azt általában az, aki bérli a csarnokot, vagy hozza a rendezvényt, eleve előírja, de nem csak előírja, hanem finanszírozza is, tehát az meg többletköltséget nem fog jelenteni. Ezek egy drága létesítmények, szerintem lesz belőlük komoly piaci bevétel, látjuk például a VIP boxok esetében, hogy komoly érdeklődés van, ott egy kicsit bővítjük is ennek a számát az eredeti elképzeléshez képest, hiszen ott lehet bevételt szerezni, de még egyszer szükséges lesz az állami támogatás. Egyébként kapunk most is ilyet, mert például az uszodához tavaly tél óta minden negyedében adott az állam kifejezetten komoly létesítmény üzemeltetési támogatást, és úgy halljuk, hogy ez meg fog történni még ezen a télen is. Ez több százmillió forintot jelent összességében. Körülbelül ennyi kell majd a multicsarnok állami támogatásaként. De és akkor a multicsarnok iránt van érdeklődés abban a tekintetben, hogy valaki névadója legyen, mint tényleg? Volt már megkeresés. Értelemszerűen mindenki szeretné megnézni, hogy milyen lesz ez teljesen készen. Most már azért lehet ilyen bejárásokat rendezni. Lehet, hogy össze lehet kötni akár majd a stadionnal is, úgyhogy szerintem ez érdekes lesz. Nem titok, hogy pár nap múlva a stadionban a stadionhoz kapcsolódó szponzorokat, támogatókat meghívjuk egy találkozóra, ezt már kifejezetten a város fogja tartani, és szeretnénk, hogy sok partnerrel elni, és ugyanez meg fog történni a multicsarnoknál is. Az látni kell, hogy ebből nagyon komoly bevételt lehet realizálni, ami a létesítmény fenntartáshoz is kell. Ugye kisebb része marad várhatóan majd a fociklubnál, és szerintem valami hasonló konstrukció fog kialakulni a jégkorong vonatkozásában is. Egyébként például koncertmenedzserek is kerestek már meg bennünket, tehát szinte a teljes magyar könnyűzenei paletta már jelezte, hogy ez nagyon ideális helyen van ez a csarnok. Sokszor nem tudtak jönni Fehérvárra, mint nincs akkora befogadó képességű csarnok, de most végre tudnak jönni, úgyhogy én bízom benne, hogy ha ezt szépen 1-2-3 év alatt jól föl tudjuk építeni, akkor ebben nem csak pénzt kell beletenni, hanem bevételt is lehet realizálni, és ami legalább ennyire, sőt szerintem kicsit fontosabb, mert a pénz az valójában az önkormányzat problémája, hogy sok élményt lehet biztosítani, úgyhogy nem kell érte autóba ülni és elmenni más városba, hanem csak ki kell menni valamelyik létesítménybe, és jó kell magunkat érezni. Hát vagy adott esetben ide lehet jönni nem olyan messziről. Így szoktam van mondani, hogy mondjuk londoni léptékkel mérve Fehérvár tulajdonképpen egy előváros. Budapesttől ennyire távolság a lévőlem. Az első konkrét rendezvény, ami megkeresett bennünket, az egy orvoskonferencia a multicsarnokkal kapcsolatban, 2025-re 1500 fős konferencia, és kifejezetten ezt mondták, hogy ez annyira nem távolság, hogy nekik ez egy sokkal optimálisabb helyzet, mint hogyha mondjuk Nyugat-Európába kéne valahol valamelyik nagyon nagy város. Hát ugye egy kicsit rosszul esett nekünk, amikor a Gyulai Memoriálon egyszer-egyszer egy külföldi futó mondta, hogy nagyon jól érzi magát itt Budapesten. Mert nekik ez tényleg, hát ez a távolság, Brüsszel, nem távolság, de Charleroi vagy Luton, biztos csak véletlenül hangzott el polgármester úr szájából a teniszpálya, mint lehetséges borítás. Ugye de ez egy Davis Kupa meccs, remélem lesz. Igen, lesz adott esetben azt is lehet. Még akartam a fiatalembert megkérdezni, bár kb. Egy percükben, hogy a stadiont kiről neveznéd el, mert Kalmár Zsoltról még nem lehet azért. De hogy neked van egyáltalán olyan emléked, akire azt mondanád, hogy na méltó lenne mondjuk egy... Hát
élő legendák közül kéne most mondanom, mert én leginkább őket is. Élő, vagy már örökké élő legendák, igen. Hát vagy a Rolex. Hát mondanám Juhász Rolex, de most ez egy kicsit kellemetlen szerintem. Ki tudja, még lehet, hogy az a idő is eljön, mint ahogy nyilván az is majd egy későbbi beszélgetések témája lesz, hogy valójában a városnak milyen egyéb szerepe lehet mondjuk akár a futballklubban, hiszen ugye ezt a kérdést is sokan feszegetik. Tudván, tulajdonos most, nem szeretne lenni a város. Szerintem az meghaladja ma már egy magyar vidéki településnek a nagyságrendjét, akár csak egy közepes költségvetésű magyar klub. Ez túl nagy kockázat lenne. Szerintem tulajdon nem. Minden egyéb támogatás, segítség, jó együttműködés az szerintem fontos és jó lehet. Mint ahogy a város összes egyesülete gyakorlatilag mindig is számíthatott ugye a támogatásra, és hát valóban ez a szezon eddig arról szól, hogy mindenki igazán él is ezzel a bizalommal. Maradjon is így, és akkor még sokszor fogunk ilyen jó hangulatban beszélgetni a fehérvári sportról. Köszönöm szépen a vendégeinek, hogy itt voltak, polgármester úrnak, és hát további jó szurkolást, aztán majd reméljük, hogy mikor legközelebb beszélgetünk, akkor már azt is megbeszélhetjük egy hét múlva, hogy egyáltalán volt-e bolgár-magyar ebéselejtező, mert így két nappal előtte ezt még mindig nem lehet tudni. Tomi lehet, hogy utazna, csak nem tudja hova. Nem én vagyok ezzel a problémával, most megáld a szerencsére. Ez egy nemzetközi botrány, de hát hál' Istennek mi csak jól jöhetünk ki belőle, azt gondolom. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.